December elején adták át a nyírkáltai zsidó temető új kerítését. A településről az összes zsidó embert elhurcolták 1944-ben. Szabolcs megye beleesett az első zsidótlanítási zónába, azonban akkor még máshol helyezkedtek el a határok. A holokauszt egyik első lépése volt, hogy összegyűjtötték a helyi zsinagógákba a zsidókat, és elvitték őket Kisvárdára és Nyíregyházára a gettóba. Április 23-án innen indult a deportálás. Az akkori megyéből több mint 22 ezer zsidó embert vittek el Szabolcs megyéből. Illetve ezt így pontosan nem mondhatjuk, hogy vittek el. Annyi áll a jelentésekben, hogy a két gettóban összesen 22.223 zsidó embert zártak be. Nagyon-nagyon nagy valószínűséggel ezeket mind elvitték. Mind elvitték a deportálás során, vagomba zárták és Auschwitzba vitték el őket. Ezzel megszűnt az a zsidó közösség Kisvárdán is, amelyik meghatározó volt a gazdasági életben, és Nyíregyházán is. Nyíregyházán 4753 zsidó embert írtak össze, kötelezték őket április elején, hogy írják össze a két hitközség a zsidó lakosságnak a lélekszámát. 4753 ember volt a nyíregyházi névjegyzékben. Ez nem pontos, mert csupán azokat vették fel, akik a hitközséghez tartoztak. Aki nem tartotta a kapcsolatot a hitközséggel, de zsidó volt, vonatkoztak rá a zsidó törvények, ő nem volt benne. Nem volt benne az a körülbelül hozzáértően 300 munkaszolgálatos, aki a fronton teljesített szolgálatot. Tehát 4753 szerepel ebben a jegyzékben, de ettől valószínűleg több embert vittek el Nyíregyházáról. Az emléknaphoz kötődően Magyarországon először Nyíregyházán mutatták be a levéltárban egy amerikai történész krimi jellegű könyvét, amely a Tömeggyilkosságok nyara címet kapta. Eredetileg az 1941-es deportálásról szól, amikor kb. 25 ezer embert áttettek a galiciai határon, és a legtöbbet megölték. Egy különleges város, Kamenec-Podolszk, amit itt a történészek ismernek. Én véletlenül úgy bukkantam rá, hogy két nagybátyámat is megölték ott, és ez megindított, érdeklődtem, és teljesen véletlenül megírtam egy 400 oldalas könyvet rála. Nem csak a levéltárban, az Rényi Ilona gimnáziumban is tartottak megemlékezést a holokausztról. A művészet az Elmondhatatlan Tolmácsa című 2017-es Dél-Kaliforniai Egyetem pályázatára érkezett, és a zsűri által aukcióra kiválasztott 14 alkotást tekinthették meg a diákok. Nem kell őket megrettenteni. Nem döntően azzal kell beszélni, hogy hány milliót, meg hogy a gázkamrák, meg a krematóriumok, meg a poklot kell, vagy ha igen, akkor csak nagyon finoman árnyaltan. Azt kell megértetni, hogy az ember természetes velejárója az, hogy emlékezik. És aki nem emlékezik, hát annak nincs múltja, az a jelenben is csak úgy kereskutat, és aztán jövőképe egyáltalán nem. Röviden azt kell velük megértetni, hogy sajnos az emberiség történetében a kezdetektől mai napig az emberek ember-emberrel való szembeállása vallási, faji, etnikai, mit tudom én milyen alapon, és ezt vetkőzzék le magukról. A kiállítás február 3-áig látható az Rényi Ilona Gimnázium első emeleti kiállítóterében.